történt egyszer, nem is olyan rég, hogy táncoló lelkek maroknyi csapata nekivágva a nagy útnak elindult, hogy megkeresse és felszínre hozza a rohanó hétköznapok által mélyen eltemetett harmóniát. Nemes lelkű úri emberek, hős vitézek, csodaszép hercegnők és királykisasszonyok voltak egytől egyig. Kiválóságuknak köszönhetően túljutva minden megpróbáltatáson, olykor-olykor veszélyes kalandokon át elérték Szalszalevi országát, ahol megpihentek. Lemosva a hosszú útporát táncra perdültek, hogy táncukkal életre keltsék az ezer éve alvó nagy szellemet, akiről tudták, hogy ha sikerül életre kelteniük, elárasztja őket minden jóval, de legfőképp az egymás szerető jó baráti társaságban érzett felszabadult örömmel. De vajon sikerült-e nekik a küldetés? Sikerült-e leküzdeniük a mumust, aki a nagy szellem álmát vigyázta és minduntalan körmön font ármánykodással igyekezett a táncos lábak megzavarására? A földre szólt fehér varázsporának segítségével rettenetes izomlázat, szörnyűségesen félreértett mozdulatokat és szégyenletes női stílusban táncoló férfiakat varázsolt Szalszalevi királyi udvarába. Kezdetben halovány remény sem látszott a győzelemre, de a kis csapat nem adta fel olyan könnyen. Vitorlás követeket küldtek az óperenciás tengeren túlra, a szomszédos Teszkólandiába, hogy elhozzák minden rontó varázslás ellenszerét, a mágikus túrócsoki rudacskákat. Ez volt az utolsó reménységük a küzdelemben, de hogy miképpen sikerült ez nekik, hát erről szóljon ez a történet. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I am feeling good. Para las mujeres del mundo que se mueven tan y tan sexy, ay mamá, me vas a matar. Vuelta.
cómo se mueve. Ay, qué rico. ¿Qué hago yo? Un tigre con clase. Agarré mi trago y si fui a hablarle. Hola, sin sabor. Stop.